Jó estét kívánok! Egyre több a kérdés és a találgatás Velsz Tamás halála körül. Egyes feltételezések szerint öngyilkos lett a Simon ügy egyik gyanúsítottja. Állítólagos ismerősei pedig azt mondták, bizonyítékokat akart átadni a rendőröknek, így például bissaui útleveleket. Egyelőre egyik értesülést sem erősítették meg hivatalosan. Ez Velsz Tamás érdi otthona. Az utcáról a villába nem lehet belátni. A betonkerítésre minden irányba kamerákat szereltek. Az időnként egymásnak is ellentmondó értesülések szerint tegnap innen vitték el a vállalkozót. Egyes hírek szerint ő értesítette a rendőröket, de előtte öngyilkosságot kísérelt meg. A Hír 24 szerint utoljára azt mondta, uraim, bevettem valamit, nem tudnak ellene semmit tenni. A Magyar Nemzet szerint viszont bizonyítékokat akart átadni, a rendőrökkel ide az irodájába tartott, de már nem érkezett meg. A lap úgy tudja, az elsődleges vizsgálatok kizárták az idegenkezőséget. Egyes hírek szerint Velsz Tamás tegnap a járőrautóban lett rosszul, eszméletét vesztette. A budai mentőállomásra vitték, de már nem tudtak segíteni rajta. Az ügyet a BRFK rendkívüli halálesetek osztálya vizsgálja. Kerestük ma a rendőrséget, de nem nyilatkoztak, csak egy közleményt adtak ki. Ebben annyit írnak, hogy egy 41 éves férfi meghalt. Kerestük az ügyészséget is, de így sem akartak nyilatkozni. Velsz Tamás cégénél ma nem volt senki, úgy tudjuk, a helyszínen még ma is rendőrök vizsgálódtak. A hvg.hu úgy tudja, hogy Velsz Tamás nyilvánosságra akarta hozni, kinek a nevére állítottak még ki bissau-guineai útleveleket. Ezek állítólag nem szocialista politikusoké, hanem barátoké, ismerősöké voltak. Egy útlevél 30 ezer euróba került, amit a bissaui külügyminiszter adott át. Velsz részesedése állítólag 10 ezer euró volt egy-egy útlevélnél.